Sziasztok! Spam vagyok, ez pedig itt egy újabb rész. A mai rész egy újabb bugról fog szólni. Úristen, micsoda meglepetés. A múltkori nézői kommentes szerkezet után már a következő is egyébként ott meg van építve, de azt majd csak később láthatjátok. Egy 3-1-ben szerkezetet hoztam nektek. Fogjunk bele, mert van még azért itt egy pár dolgot megmutatni, szóval annyi a lényege, hogy ez több szintből áll ez a szerkezet. Ide fölírtam nyilván, hogy melyik mit csinál, majd hogyha elérhető lesz a map, akkor nyilván majd ez kisebb ilyen használati utasítás nektek, hogy gyakorlatilag abból áll, hogy az első szinten ledobok egy creepert, és nem ennek kéne történnie, hanem várjunk csak, ja igen, mert rossz helyre rakom, ide lerakom a creepert, és hogyha nem mozogna el, akkor na, megpróbáljuk újra, akkor így fogja, és befogja satúba a creepernek gyakorlatilag a lábát, és nem azt mondom, hogy emiatt nem tud elmenni, mert ugye nyilván kipattam bele egy idő után, addig mozgolódik, de azért elég érdekes, hogy egy darabig ott tartja a creepert, és egyáltalán nem sebzi meg. Ugye, mivel mondtam, hogy ez több szintből áll, ezért most nyilván majd meg kell építenem a második szintet is, ami gyakorlatilag az elsőnek egy kicsit megmagasított változata, alulra ledobjuk ezeket a félblokkokat. Egyébként fontos most már kihangsúlyozni, hogy a következő szerkezetekben, amiket nem akarok lelőni, azokban már félblokkokkal is fogok foglalkozni. Tehát ez egy új ilyen, hát idézőjeles ötlet, amióta kaptam egy pár kommentet, azóta elkezdtem ezzel is foglalkozni. De mindegy, vissza a szerkezethez. Így gyakorlatilag szintén közre lehet fogni a creepert. Arra nem emlékszem már, hogy így ki tud-e ugrani, de hogyha jól emlékszem, akkor nem, csak akkor, hogyha én kilököm. Ja, de nem is tudom kilökni, akkor hagyjuk, szóval... Ja, de a fejénél, igen, emlékszem. Nem vagyok még ennyire ugye nyugi. Szóval a fejénél lehet elvileg kilökni, de ez besatúzza, és de ütni azt ugyanúgy lehet. Tehát így ki lehet szedni a creepert, ez nem teszi teljesen lehetetlenni ezt. És gyakorlatilag így ezzel, hogyha ügyesen csináljátok, akkor kreatívban szintén tudtok vele mobokat tartani, hogyha van egy ilyen kreatív világ, és ez igazából, hát nem azt mondom, hogy egy nagy design, de nem néz ki olyan borzalmasan rosszul, tehát meg lehet azért ezt is csinálni, és ez hát nyilván nem kell így, mert én csak azért építettem ilyen nagyra, nyilván ezt meg lehet oldani ügyesebb redstone-soknak, kompaktabban is, hogy ezeket elrejteni, és akkor igazából csak az látszódik, tehát egy ilyen homokvilágban, mint ahol én vagyok, itt azért ez könnyen meg lehet oldani. És akkor most gyorsan meg is építem a harmadik szintet, ami viszont már nem a creeper magassága, hanem az endermané. Magyarra fordított neve bevégző. Szóval ezt... az endermant, ez szintén, mint a creepert, nem kettő, hanem három részre szedi. Nyilván ez is az enderman erejét hatástalanítja, tehát ez már a harmadik ilyen szerkezet, hogyha jól emlékszem, ami szintén hatástalanítja az enderman erejét. Akár így rá is ugrálhatunk, de akkor viszont érdekes dolgokat csinál. Mert hogyha ráugrasz a fejre, akkor viszont alul itt a cucc kilöki magából, hogyha fel tudnék menni, kilöki magából, és akkor viszont zuhanás közben el tud teleportálni az Enderman. Tehát itt azért ezek érdekes dolgok. Viszont, mivel ilyen elképesztően érdekes volt ez a rész, ezért sajnos ennek a résznek most vége kell, hogy legyen. A következő részekben ezekkel a szerkezetekkel fogok jönni, illetve kisebb bugokkal, amikből már láthattatok eddig egy összeállított részt a minibugokból, most abból megint lesz egy ugyanilyen hármas rész. Valószínű egyébként, hogy a minibugok is majd előbb vagy utóbb így divatba jön, hogy kis egyenlőre ennyi. Nyilván várom a kommentjeiteket az
időben érkező dolgokat, és minden levelet, mindent, amit szeretnétek velem megosztani, de már így is hosszú lett ez a rész, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt is, a következő részben várlak titeket, sziasztok!